Eddig számos esetben egy-egy településhez kötődtek a fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elkövetkező években azonban egy paradigmaváltás valósul majd meg. Térségi alapon alakítanak ki turisztikai desztinációkat, turisztikai térségeket a megye meglévő értékeinek fejlesztésével és hálózatba szervezésével. Ennek alapját a megye négy nagy néprajzi és földrajzi tájegysége adja. A Nyírség, a Szatmár-Bereg, a Nyíri mezőség és a Rétköz. A Nyírségben tervezett fejlesztésekről a megyeházán számoltak be. A projektnyitó rendezvényen elhangzott, a beruházások megyei koordinációban valósulnak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat irányításával és a terület és település fejlesztési operatív program támogatásával. Mintegy 7 milliárd forint az, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében turisztikai célokra hasznosulhat, és a mostani programunk egy több mint 1 milliárd forint összköltségű program, amelynek az a különlegessége, hogy több önkormányzat konzorciumaként jön létre ennek az uniós projektnek a megvalósítása. Én úgy gondolom, hogy ez egy követendő példa az ország egyéb megyei számára is, és hogyha az egyik legnagyobb megyénkben ilyen programokat lehet megcsinálni, akkor ezt a kisebb megyék is meg fogják tudni oldani. 2017 nyarán indult el a megye területén a négy integrált turisztikai projekt megvalósítása. Ez 3 évre 2020 közepéig a megye 45 településén összesen 51 turisztikai látványosság kialakítását teszi lehetővé. Különféle turisztikai termékcsomagok létrehozásával pedig növelni kívánják a látogatók tartózkodási idejét a megyében. A templom felújítástól a vizitúra megállóhelyig terjedő komplex programokat jelent, hiszen egy turista nem pusztán csak azért indul el, hogy megtekintsen valamilyen turisztikai értéket, hanem egy élményre vágyik. De az élménynek része lehet persze akár egy középkori templomnak a meglátogatása és az ottani kulturális értékeknek a felfedezése. Látogató barát módon ezt hangsúlyozni kell a 21. századi elvárásoknak megfelelően olyan interaktív látványelemekkel, amiket joggal várnak el a mai turisták. A mostani Nyírséget érintő fejlesztés keretében 21 településen valósulnak meg idegenforgalmi beruházások. A Nyírség örökség helyszínei között fejlesztéseket terveznek a Kállós-Semjéni Kállai Kúriában és a Bakta-Lórántház Idégenfeld Kastélyban, de megújulnak a térség kiemelt templomai is. Ezen kívül a természeti értékek megőrzése és bemutatása is fontos célja a programnak, így Bátorligeten Tuzson János látogatóközpont jön létre, megtörténik a Vajai Őstó turisztikai célú fejlesztése, és Nyírbogáton az Alföld legmagasabb pontja a Hoportyó fejlesztése. De a Nyírség kiemelt rendezvény helyszíneit, a leveleki strandot, illetve az Apagyi és Mária Pócsi horgásztavakat érintő beruházások is a projekt részét képezik.